Akkor szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Következő kérdés szintén a kötvényekkel kapcsolatban, hogyha a mentőcsomag nem érkezne így a kötvény formájában, hanem minden államnak, saját magának kellene finanszíroznia a jelenlegi mentőcsomagokat, akkor a, az infláció, hogyha megnövekedne, és most itt egy magyarországi adat, Magyarországon jelen pillanatban 3,9%-os a hivatalos infláció, akkor hosszú távon, mondjuk államkötvényeket tartani a portfólióba, az nem lehet egy forró krumpli? De a legegyszerűbb válasz, hogy igen. Az aktuális fejleményeket megnézzük, akkor azt lehet látni, hogy a központi bankok szinte mindent, amit megtettek az elmúlt hetekben, mentőcsomagokat, likviditásokat, amit a piacba öntenek, azt főleg azért teszik meg, hogy az eddig létező kötvénypiacnak a helyzetét stabilizálják. Azt kell tudjuk a kötvénypiacról, hogy az a forma, amit ma látunk, és emögött az úgynevezett fiát pénz, az um, egy, egy um, 60-as évek vége óta létező, tehát azt lehet mondani, egy 70, 60 éves rendszer. És ez a rendszer arra épült fel, hogy egyre több kötvény lett kibocsájtva, amivel az azelőtti kötvények átruházva lettek, nem is lettek nagyon sok esetben törleszve, tehát felett fújva ez a kötvénypiac. A Központi bankoknak az utolsó lépése, és most két-három héttel ezelőtt pont ebbe az irányba ment, hogy stabilizálni a kötvénypiacot. Na ez mit jelent azoknak, akik kötvényeket tartanak? Aki egy régi kötvény tart, annak a, az a problémája, hogy minél több kötvény kerül kibocsátásra, és minél több likviditás van a piacban, annál jobban veszi az ő kötvénye az értékét. Mert van olcsóbb, van uh, uh, egyszerűen higgabb újra kibocsátott likviditás, és itt meg kell különböztetni rövid távú tartalékképzés és hosszú távú befektetés között. A rövid távú tartalékképzésnek azt kell mondani, hogy az aktuális helyzetekben a kötvények még mindig stabilabbak. Miért? Azért, mert erre nagyon erősen figyelnek a központi bankok. Csak egy példa, egy hónappal ezelőtt a kötvénypiac összeomlott úgy nagyságrendileg kb. 50%-kal erről a legtöbben nem olvastak, nem is hallottak. Miután a központi bankok nagyon nagy likviditási támogatással felléptek, a kötvénypiac újra stabilizálta magát egy olyan száz pontos szinten, tehát visszament arra a szintre, onnan jött. Ez azt mutatja, hogy a kötvénypiac rövid távra nézve tovább is nagyon nagy valószínűséggel stabilabb. Hosszú távra, ami kezdődik olyan három-öt évtől hátrafele, ott már a kérdés más. Um, Ebbe az idősávban a központi bankok, a kormányok is arra figyelnek, hogy minél több inflációt begenerálni a piacokba. A fő devizákban 0 és 1 százalékos infláció nem infláció, ott a cél lenne legalább 5-6 százalékra emenni. A kisebb, gyengébb devizákban az infláció 3-4 százalék körül nem infláció, ott a cél lenne felmenni legalább 10-15 százalékos inflációkra, mert ez segít az aktuális kötvénypiacokat, és tartozásokat érdembe elinflálni. És csak hogyha egy szám van még a végén, amit megfigyelhetünk, Amerikának az eladósodási szintje 2023-ra olyan körülbelül a második világháború utáni szintet fogja elérni, ami az éves GDP-nek olyan körülbelül 125%-át jelenti. És ha megnézzük, hogy annak idején ezt az, az eladósodást az amerikai gazdaság hogy oldotta meg, akkor ez az infláción keresztül ment a legjobban, a pénzügyi represszióval, ami az 50-es évek vége, az 50-es évek eleje és a 70-es évek eleje között zajlott egy olyan körülbelül 20-25 éves folyamat. És ez a modell az, ami a mostani eladósodást is meg tudja oldani. Uh, ez mind azoknak rossz hír, akik hosszú távra tartanak kötvényeket. Itt a kérdés mindig az, hogy mikor fogok kiszállni, és velem egyszerre hányan szállnak ki, mennyire szűk az ajtó, mekkora lesz a csorda, ki tudok-e még menni. Uh, ezzel a spekulációval nem javaslom senkinek, hogy foglalkozzon, hanem jobb lenne, ha kibékülne azzal, hogy nem spekulál, hanem elkezd investálni, befektetni. Uh, így már belementünk a harmadik uh, kérdésbe is, amit szerettem volna feltenni, hogy most akkor mit csináljon mondjuk egy ügyfél, aki nem elvesztette már a bizalmát mondjuk a kötvénypiacba, de nyilván vannak olyanok, akik félnek a részvénypiacnak a nagy volatilitásától is. Tehát mit vegyen figyelembe mondjuk egy befektető, hogyha ő mégis úgy dönt, hogy kötvényeket szeretne vásárolni. Tehát az kérdésnek az első részére azt kell mondjam, hogy aki félelemből nem tesz meg lépéseket, annak ma nagyon nehéz a helyzete, mert a piacok olyan szintre kerültek, annyira nincs puffer a piacba, annyira nincs senki, aki leveszi a felelősséget a válláról, hogy ő félelemmentesen bármit tehessen, hogy ez a shutdown azért is jó az embereknek, hogy kezdjenek el végre foglalkozni a saját helyzetükkel és a saját pénzügyi uh, uh, kereteikkel. Um, a, a kötvénypiacokról ezt már mondtam, uh, ott egyet láthatunk, pillanatnyilag közérték, közös érték, uh, érdek a központi bankoknak, a nemzeti bankoknak, a kormányoknak, hogy minden meg legyen téve, hogy stabilizálva legyen a kötvénypiac. Ezzel azoknak, akik kötvényt akarnak, azt lehet szugerálni, hogy a kötvények biztosak. Még egyszer mondom, ez addig működik, amíg a 60 éves modellünk megy, és ezt időarányba kell tenni, amit ma látunk a kötvénypiacon, az csak 60 éve létezik ilyen formában. Azelőtt ez nem volt. Azelőtt nem voltak központi bankok, nem volt likviditásgyártás a piacba. Az 1929-es összeomlás többek között azért volt, mert a kötvénypiacot akkor a Fed nem tudta stabilizálni, mert nem létezett ilyen formával a lehetősége, nem volt program, ez mind azután jött létre. És ha Európát megnézzük, akkor azt kell mondani, hogy elmúlt évszázadokban sokkal több kötvénybotrány volt Európában, mint részvénybotrány. A probléma csak az, hogy a részvényeknél nagyon, nagyon transzparensen nap, nap látjuk az ingadozásokat, és ez a transzparencia, ez sajnos annak az embernek, aki ezzel nem foglalkozik, nagyon elriasztó és, és nem tudja kezelni. Csak vegyünk egy példát, pillanatnyilag van olyan, ingatlan alap, amelyik nap mint nap tőzsdei piacon be kell árazza az árfolyamokat, annak az elmúlt hetekben összeomlott 40%-a az árfolyama, most kecmereg lassan el felfele, és van mellette olyan olyan eszköz, amelyik nem áraz be minden nap, hanem egy kb. valami szerint kiad naponta egy árat. Ennek úgy tűnik, mintha az aktuális válság nem létezett volna az életébe, és van olyan befektető, aki azt mondja, hogy ha, ez egy tuti befektetés, mert ez nem ingadozik. A háttérbe igen, de nincs oda nézve, és a papír az türelmes, bármit oda tudok írni. Tehát tovább is azt kell mondjam, hogy félni az nem megoldás arra, hogy egy megfelelő uh, portfóliót állítson össze egy ügyfél magának. Ha nem néz szembe a félelemmel, és nem, kell, nem kezd el azzal foglalkozni, hogy mi történik a piacokban, hát akkor tovább is kitett helyzetben van, és megveszi valakinek az ígéretét. Más nem tudok -e ehhez mondani. Oké. Okay. Köszönöm szépen, és biztos vagyok benne, hogy ezeket a beszélgetéseket fogjuk folytatni hétről hétre, hiszen rengeteg hír van a piacon, amivel érdemes foglalkozni. Szép napot kívánok mindenkinek, és jó egészséget! Üdvözlök én is mindenkit, és maradjanak egészségesek! Viszontlátásra!